Ittas vezetőket fogott a ceglédi rendőrség Albertissa, Cegléd és Csemő területén. Bő egy hét alatt 9 olyan járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik alkoholt fogyasztottak, mondta Török Csaba. Utána jártam, hogy a hosszú hétvégén, ami október 23-ához köthető, azon a hétvégén 7 ilyen járművezetőt igazoltattak a kollégák. Azt tudom mondani egyébként, hogy folyamatosan végezzük ezt a munkát, és sajnos ilyen rossz eredményeket tudunk elmondani. Én úgy gondolom egyébként, régóta foglalkozok közlekedésbiztonsági kérdésekkel, hogy ez egy időzített bomba. Tehát maga a közlekedés olyan szinten túlterhelt itt akár Cegléden is, hogy egy apró félrenézés, egy apró szabálytalanság, egy apró hiba komoly balesethez vezethet. Ha pedig ezt egy ittas vezetéssel még párosítjuk, akkor ennek azért komoly a kockázata, és nem csak arra nézve, aki ittasan ül az autóba, hanem a többi közlekedőre. A rendőrség technikailag felkészült arra, hogy ezeket a problémákat kezelje. Minden járőr autóban vannak kézi alkoholszondák. Most is ezek segítségével tudták kiszűrni az ittas vezetőket. A ceglédi rendőrkapitányság mind a 9 ügyben pár nap alatt befejezte a nyomozást, és így ma a ceglédi járási ügyészség gyorsított eljárásban állította a bíróság elé az elkövetőket ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. A járásbíróság mind a 9 fő esetében megállapította a büntetőjogi felelősségüket a feljegyzéssel egyezően, mindannyiuk tekintetében pénzbüntetést, illetve járásztéstől eltiltás büntetéseket szabott ki. Átlagban a 9 fő tekintetében 200 000 forint pénzbüntetést, illetve 1 év járásztéstől eltiltás büntetést szabott ki a járásbíróság. Összességében az kijelenthető, hogy az elmúlt időszak, nem csak az elmúlt időszakban, hanem ha távolabb tekintünk, ebben az évben is jelentősen megszaporodtak az ittas vezetések a járás területén. A járási ügyészség ebben az évben eddig mintegy 300 ügyben emelt vádat. Ennek 35%-a, vagyis több mint 100 ügy ittas állapotban való járművezetés vétsége volt. Ez pedig egy rossz tendencia, így a jövőben is eltökélt célja mind a nyomozóhatóságnak, mind az ügyészségnek, hogy teljes szigorral járjanak el ezekben az ügyekben, fogalmazott a vezető ügyész.